Gyermekkorától kezdve fontos volt számára az éneklés és a néphagyomány. 15 éve tagja, 3 éve pedig vezetője szülőfaluja nagymúltú Névós asszony kórusának. Emellett főkönyvelő és 2 gyermek édesanyja. A mai ismeretlen ismerős Bóna Ervinné Panni. Szervusz, köszöntelek. Szervusz, köszöntöm a nézőket én is, és téged is. Azt mondtam rólad a bevezetőben, hogy már gyermekkorodban fontos volt számodra az éneklés és a néphagyomány. De honnan ered a népdalok szeretete? Hát az onnan ered, hogy Hévíz Györki családba születtem 1967. május 1-én. Az általános iskolát is itt végeztem, és 3.-4. osztályban dr. Balázs Józsefné tanárnéni volt akkor a tanítónénink, és hát akkor felfigyelt a jóhangú lányokra, többek között rám is, és hívott minket, hogy menjünk játszani, táncolni a népi gyermekjátszó csoportjába. Hát mi, mint kislányok, nagyon örültünk ennek, nagyon boldogan mentünk. Nagyon sok népdalra, gyerekjátékra megtanított minket tanárnéni, és hát ezt színpadon is többször be kellett mutatnunk, és ehhez népviseletbe kellett öltöznünk. Hát végtelenül boldog voltam, amikor anyukám megvarratta az első népviseleti ruhámat, és megvette az első posztószoknyámat, amit sose felejtek el, hogy megy színű volt, és nagyon szép volt, nagyon örültem neki. Tanárnéni nagyon sok mindenre megtanított minket, akkor ő már az asszonykórusnak a vezetője volt, és amikor az asszonyokkal mentek szerepelni, nagyon sok helyre elvitt minket is, hogy mi is bemutathassuk a gyerekjátékokat. Tehát így sokszor színpadon is szerepeltünk, sőt volt, amikor versenyszerűen is, hát mindig nagyon sikeresen, hát mind gyerekek nagyon szerettük ezt csinálni. És hát akkor nem is gondoltam, hogy akkor tanárnéni, hogy milyen elültette bennem a népdaloknak, a hagyományőrzésnek, a népviseletnek a szeretetét. Csak később, amikor úgymond kinőttem a gyerekjátszókorból, elballagtam az általános iskolából, felkerültem Pestre középiskolába, akkor valami hiányzott az életemből, olyan furcsa volt, hogy már nem kellett népviseletbe öltözni, már nem kellett járni a gyerekjátszó próbákra, nem voltak színpadi fellépések. Ez egy kicsit olyan ürességet hagyott az életemben, hogy amit addig úgy szerettem csinálni, az onnantól megszűnt, nem volt. És talán éppen ezért nagyon-nagyon örültem, amikor 1996-ban tanárnéni megkeresett, hogy hát ő nagyon örülne, hogyha beállnék az asszonykórusba. Egy pillanat, még nem ugorjunk ennyire előre. Én még kíváncsi lennék arra, hogy azt mondtad, hogy jó hangú lány voltál. Volt a családban valaki, akitől örökölhetted ezt a tehetségedet? Hát igen, édesapámtól örököltem a hangomat. Ő több mint 20 évig vőfényként tevékenykedett itt Hévíz Györkön és itt a környező falvakban. Neki is nagyon szép hangja volt, szeretett énekelni. Hát sose felejtem el azokat a szombat délelőttöket, amikor készülődött a lagziba, tükör előtt borotválkozott, fütyült, dalolt, olyan jó kedve volt mindig, pucolta a cipőjét, olyankor mindig énekelt, nagyon boldog volt. Hát pedig nagyon kemény feladat várt rá, mint ahogy tudjuk, hogy egy vőfénynek reggeltől másnap reggelig talpon kell lenni, de mindig olyan örömmel és szeretettel csinálta ezt a feladatot. Anyukám mindig mondta neki, hogy hát fáradt vagy, ne csináld, és akkor mindig azt mondta, hogy ezt az egy dolgot szeretem csinálni, pont ezt hagyjam abba. Úgyhogy ő is nagyon szeretett énekelni, és hát a lagzihoz ez hozzátartozott. Akkor nem véletlen, úgyhogy tőle örököltem a hangomat, és ez a kettős ráhatás, a tanárnéni hatása, és az apukámtól örökölt hangom, ez alapozta meg bennem szerintem így a népdal, a népzene, a hagyományok iránt érzett elkötelezettséget. Jártatok gyermekként versenyekre is, vagy csak az asszonykórussal léptetek fel? Vagy külön? Jártunk versenyekre is. Egyszer, hát annyira már nem is emlékszem vissza, de egyszer a Magyar Rádiónak, vagy nem tudom milyen versenyén
elnyertük a legmagasabb díjat, és akkor abból a pénzből, amit ott kaptunk, tanárnéni elvitt minket 2 hétre Balatonfenyvesre népzenei táborba, ahol érdi gyerekekkel táboroztunk együtt. Az egy külön élmény volt, hogy ők ugye bukovinai székelyek voltak, mi meg galgamentiek, és akkor ott tanultuk egymás népdalait, egymás szokásait, hagyományait, úgy kicseréltük, úgymond. Ez egy nagy élmény volt, az szinte felejthetetlen számomra. Szólót is énekeltél a csoportban? Vagy inkább csak közösen a többiekkel? Hát akkor még nem énekeltem szólót. Szólót azt 2000 óta éneklek itt az asszonykórusban. De mert nem merted, vagy nem volt rá lehetőség? Hát még akkor úgy nem is igazán figyelt föl tanárnéni a hangomra, hogy annyira jó a hangom, vagy nem tudom, úgy nem tűnt ki a többi közül, hanem 2000-ben, amikor a csoportban 2 szólista volt, Margit néni, neki meghalt az édesanyja, őt gyászolta, azért nem jött velünk énekelni egy darabig. Margitka akkor meg már beteg volt, akkor kezdődött a betegség, ők ketten voltak szólisták, és akkor mind a ketten kiestek, és akkor tanárnéni mondta nekem, hogy hát próbáljam meg elénekelni a próbán a szólót. Hát mondom, tanárnéni, nem tudom, hogy bemerjem-e vállalni, de mégiscsak biztatott, hogy próbáljam meg. Jó, megpróbáltam, ó, hát ez csodálatos, ez így nagyon jó lesz, úgyhogy onnantól kezdve éneklem a szólókat is. Hát nem azt mondom, hogy nem izgulok, hol kevésbé, hol jobban, az mindig az adott helyzet is adja, hogy most milyen a tét, hogy zsűri előtt éneklünk, vagy csak egy szabadtéri rendezvényen lazán, hát igyekszem mindig azért a legjobbat kihozni magamból. És képeztétek a hangotokat már mondjuk gyermekkorban is? Vagy nem, csak nem? Tehát nem, soha nem képeztük. Hát volt olyan, hogy valahol szerepelni voltunk, hát azt már nem tudom megmondani, hogy hol, és akkor valaki megkérdezte tőlünk, hogy mi hol képezzük a hangot. Hát mondtuk, hogy itt a torkunkban. Tehát mi ezt soha nem tanultuk, hogy ezt most így szakszerűen hol kell képezni. Ez nekünk úgy jön, ezt így szerintem mi az anyatejjel szívtuk magunkba, hogy kell énekelni. Igen, na és akkor most térjünk vissza oda, amit már elkezdtél az előbb, hogy hogyan kerültél az asszonykórusba. Tehát 96 nyarán megkeresett tanárnéni, hogy hát nagyon örülne, hogyha tagja lennék az asszonykórusnak, és ahogy az előbb már említettem, hogy ez nekem pont akkor úgy hiányzott már az életemből, meg a gyerekeim is akkor már nagyobbak voltak, hát a nagyobb már 10 éves volt, a kicsi 7, úgyhogy már anyukámra nyugodt szívvel ott lehetett őket hagyni. És akkor hát bevállaltam, hogy megyek és énekelek az asszonyokkal. Hát nagyon sokat tanultam tőlük ez alatt a 15 év alatt, nagyon nagy szeretettel fogadtak akkor arra, visszaemlékszek, Stümi Bözsi néni a kórusnak az egyik alapköve mindig azt mondta, jaj, olyan, mintha a jányaim volnátok, mindig mondta nekünk a fiataloknak. És ez tényleg olyan jó eső érzés volt, hogy olyan jó szívvel befogadtak maguk közé, pedig hát ők akkor már egy nagyon színvonalas, névós csoport voltak. És érdekes, hogy valahogy mi is át tudtuk venni azt a stílust, amit ők az évek alatt kialakítottak, azt a tájszólást, azt az éneklés technikát, azt a stílus, az teljesen a mai napig, hogyha csatlakoznak fiatalok a csoport, az mindenki át tudja venni, ezt mindig mondja a zsűri is, hogy nem tudják, hogy ezt hogy csináljuk, hogy a régi arcok közül már alig látnak a kórusba valakit, de a stílusunk az ugyanaz, az nem változik semmit. Tehát a fiatalok az idősektől nem csak a népdalokat, magukat tanulják meg, hanem az éneklésnek a technikáját, a módját is. És hogy lettél végül az asszonykórus vezetője? Jaj, hát ezt én soha álmomban nem gondoltam volna, hogy én még ennek a csoportnak a vezetője leszek. Hát ugye az élet mindig tartogat meglepetéseket, sokszor nagyon szomorúakat, és hát 2007 karácsonyán, mikor Pintér Sándorné Margitka itt hagyott minket. Ő volt a csoportvezetője. Ő 4 évig vezette a csoportot, tanárnéni 34 évig, én most már 3 éve.
Hát őt sajnos nagyon fiatalon, 49 évesen magához szólította a mennyei atya. És az utolsó időkben, amikor már beteg volt, mindig engem bízott meg, hogy ha elmegyünk szerepelni, hogy én képviseljem őt a szerepléseken, akkor besegítettem neki a kórusügyeinek az intézésében, úgy szép lassan-lassan megtanított mindenre. Nekem az akkor még úgy föl sem tűnt, lehet, hogy ő már tudatosan csinálta ezt, de én még mindig reménykedtem, hogy ő majd köztünk marad. De sajnos nem így történt. Aztán az asszonyok azt mondták, hogy mivel hát Margitka ezt akarta, ők nagyon örülnének, hogyha elvállalnám a kórus vezetését. Hát persze nagy aggodalommal, félelemmel magamban elvállaltam, mert éreztem valahol belső késztetést, hogy ezt csinálnom kell, meg tudom, hogy Margitka is így akarta. És hát akkor volt egy olyan álmom, ami rátette az ire a pontot, hogy még onnan odaföntről is megerősített, hogy csinálnom kell. Mert én azt gondolom, hogy ha olyan álmai vannak az embernek, ami nagyon határozottan megmarad az emlékezetébe, ezeknek üzenetértékük van. És már miután megválasztottak a vezetőnek, azt rá egy-két hétre azt álmodtam, hogy álltam népviseletbe felöltözve, és Margitka hangja jött onnan föntről, és csak annyit mondott, hogy majd Ángyika segít. És Ángyikája jött szemből, szintén népviseletbe öltözve belém karolt, és akkor így szépen elindultunk. Hát Ángyikája szintén tagja a kórusnak, és nekem ez egy olyan megerősítés volt, hogy hát számít rám, hogy csinálnom kell. Hogy de tényleg kapok is segítséget, úgyhogy egy panaszom sem lehet az asszonyokra. És mindemellett, hogy az asszonyok segítenek, te elvégeztél egy kórusvezetői tanfolyamot is. Ez szükséges egy ilyen csoportvezetéséhez, vagy csak te önszántadban hát, szerepted volna? Végül is nem előírás, de én úgy gondoltam, hogy ha már egy ilyen színvonalas, nívós csoportnak a vezetője lettem, hát valami végzettségem legyen ilyen szakmai szinten is, mivel én se zenét nem tanultam úgy külön soha, tényleg csak ami így rám ragadta a gyerekjátékok meg a népdal tanulás során. Úgyhogy hát utána jártam, hogy hol lehet ilyen tanfolyamot elvégezni, és akkor a Kótánál, a Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetségénél volt egy ilyen lehetőség, hogy indítottak ilyen népzenei kórusvezetői tanfolyamot. 2008-ban erre jelentkeztem is, és 2009-ben kitűnő eredménnyel végeztem. És nagyon jó volt, nagyon sokat tanultam ott, és nagyon boldog vagyok, hogy olyan tanáraim voltak, mint például Olsva Imre tanár úr, aki még Kodálynak a tanítványa volt. Ez egy akkora dolog számomra, hogy talán azt lehet mondani, hogy egy összekötő kapocs köztünk és Kodály között, és nagyon sok élményt, nagyon sok tapasztalatot szereztem ebben a táborban. A zenei ismereteken ilyen szolfés, meg kottolvasás, meg hallás utáni lekottázás. Ezen kívül nagyon sokat tanultunk, ilyen néprajzi ismereteket, zenei ismereteket. Tehát nagyon, nagyon sok mindent megtanultam, amit azóta is igyekszek az asszony kórus javára fordítani. Mennyire volt teher számodra, hát gondolom elsősorban lelkileg, hogy ilyen nagy elődök után kezdted el vezetni a kórust? Hát nagyon nehéz dolgom volt két ilyen ember után átvenni a kórus vezetését, de most így 3 év után bátran állíthatom, hogy nem vallottunk szégyent, hogy azóta is ugyanolyan sikeresen működik a csoport, ugyanolyan sikereket, eredményeket érünk el, mint azelőtt. Hát most legutóbb, amit megszereztünk, legnagyobb díjat, az a Vas Lajos népzenei népdaléneklési verseny Kárpát-medencei döntőjén elnyertünk a legmagasabb díjat, a Vas Lajos nagy díjat. Hát most már ezt 5. alkalommal kaptuk meg. Gratulálunk. Köszönjük szépen. És amikor Margitka meghalt, ahogy így visszaemlékszem, a szakma vezető emberei bizony aggodalommal figyelték, hogy mi lesz a sorsa most vajon ennek az asszony kórusnak, de remélem, hogy így most már azért
ők is nyugodtan hátradőlhetnek a székben, hogy jó kezekben van a csoport. Mesélnél egy kicsit az asszonykórusról, hány éves, mióta létezik? Hát az asszonykórus 1969-ben alakult, azóta megszakítás nélkül működik. Akkor ment a tévében a Röpülj Páva mozgalom, és annak a hatására jött létre ez az asszonykórus. Ugye hát az asszonyok, ahogy láttak a tévébe, és akkor hát úgy kedvet éreztek ők is, hogy ó, hát így mi is tudnánk énekelni, és akkor megkeresték tanárnénit, hogy elvállalná a kórus vezetését. És hát tanárnéni nagyon boldogan elvállalta, akkor ugye ő ismerte a faluban a fiatal asszonyokat, hogy kinek van jó hangja, mert itt szinte ő mindenkit tanított. Tudta, hogy kinek van jó hangja, összegyűjtött, hát nem is tudom, azt hiszem az elején 14-en voltak, annyian kezdtek, és akkor így alakult meg a kórus. Hát volt olyan tag, a Mariska néni, a Gergelyné Mariska néni, hogy mesélte, hogy ő azt gondolta, hogy csak a műfáznak a megnyitójára álltak össze, mert az volt az első fellépésük, hogy majd csak ott eléneklik azt az egy csokrit, és akkor vége, hogy csak erről szólt az egész. Aztán hát most így eltelt most már 42 év, és Mariska néni még a mai napig itt énekel a kórusban. Ott ragadt. És hány tagja van most a kórusnak? Jelenleg 18-an vagyunk, és a 18-ból még 4-en alapító tagok. Szép. Hát tőlük lehet igazán sokat tanulni. Nekik a tarsolyukban vannak az értékes népdalok, népi énekek. Milyen dalokat énekeltek? Elsősorban galgamenti dalokat, vagy mást is? Hát elsősorban galgamenti népdalokat, így a népzenei rendezvényeken szinte csak azt, nekünk nincs szükségünk más tájegységeken tapogatózni. Nekünk itt olyan gazdag népzenei kincsben ez a vidék, hogy talán el se bírjuk énekelni azt a rengeteg népdalt, ami itt fellelhető. Illetve ilyen egyházi rendezvényeken szoktunk egyházi énekeket énekelni, azokból is igyekszünk mindig a régebbieket elővenni, amit már nem sokan ismernek. És tanultok új dalokat is? Azért? Igen, folyamatosan tanulunk újakat is. Azokat te tanítod a csoportnak, vagy mindig valaki hoz valamilyen dalt? Hát hoznak is, én is hozok. Könyvekből is szoktunk, tanárnéni hagyott rám ilyen régi könyveket, olyan, hogy már borítója sincs neki annyira régi. Igen, Olsvai tanár úr, meg Járdányi Pál gyűjtéséből. Abba is szoktam nézegetni, és akkor, amit úgy bele tudok illeszteni, hogy ne ez így a mi tájegységünkbe, ez így nagyon jó, akkor onnan is szoktam, vagy az asszonyoknak, az idősebbeknek eszükbe jut próbán, hogy hú, ezt már de régen énekeltük, meg ezt még nem is énekeltük, és akkor így összerakosgatjuk, de mindig igyekszünk arra odafigyelni, hogy azért a dalcsokraink azért szép választékosan legyenek összeállítva, hogy az mindenféle szempontból stimmeljen, hogy a stílus, a mondani valója, a témája, tehát ott minden egybe legyen. Meg is szokta dicsérni mindig a zsűri az éneklésünk mellett, meg a stílusunk mellett, a ruhánk mellett, hogy a népdalcsokraink is mindig nagyon szépen össze vannak állítva. Említetted most, hogy a zsűri, tehát akkor ezek szerint jártok különféle ilyen versenyekre, és mikor léptek fel? Hát 2 évente van szakmai minősítés, ami elő van írva a csoportoknak, hogy 2 évente részt kell rajta venni. Ezt a kóta szervezi, illetve van most, ahol voltunk, ez a Vas Lajos Népzenei Szövetség által, ott pedig úgy van, hogy amikor most megnyertük a Vas Lajos nagydíjat, akkor a következő ciklusban nem vehetünk részt, hogy azok a csoportok is érvényesüljenek, akik még nem kapták meg ezt a nagydíjat. De nagydíjat többen is kapnak, ugye? Tehát hát nem most a 150 csoportból, mert annyian voltunk a Kárpát-medencei döntőn, 20 csoport kapta meg ezt a nagydíjat. Hát ez nagyon szép arány, és ti közte voltatok azért ezt. Igen, hát a kóta minősítéseken, hát ott is mindig a legmagasabb díjat kapjuk. 7-szer szereztünk aranypáva díjat, 3-szor aranypáva nagydíjat, most megyünk majd 8. alkalommal. Hát bízunk benne, hogy az idén is csillogni fog az a páva. És akkor emellett azért még itt a környéken is felléptek, ugye meg gondolom a Hévíz Györki rendezvényeknek állandó fellépői vagytok. Hát persze, itt a faluban is fellépünk, illetve bárhol, ahova hívnak minket, mindenhova szeretettel megyünk, elvisszük kis falunk hírnevét. Külföldre is szoktatok járni? Hát jártunk már külföldön is több helyen, Olaszországban,
Lengyelországban, Németországban, Ausztriában, Erdélyben, Kárpátalján. Akkor sok helyen. Nem is tudom még hol. Te nagyon fiatalon kerültél be a csoportba, vagy viszonylag fiatalon, mert az én fejemben az asszonykórusban valahogy idősebb asszonyok szerepel, idősebb asszonyokból áll egy asszonykórus, de ezek szerint akkor köztetek vannak fiatalabbak is. Hát amikor én bekerültem, akkor én voltam a legfiatalabb tagja a kórusnak. Hát azóta most már csatlakoztak fiatalabbak, úgyhogy most már nem én vagyok. Hát most a legfiatalabb tag 37 éves, a legidősebb meg 72. Tehát így több korosztály, de szerintem ez a jó benne, ez a szép benne. Persze. És könnyen tudtok utánpótlást szerezni? Hát azt nem mondanám, hogy könnyen, mert a mai világban már nem igazán értékelik a fiatalok ezt a fajta zenét. Na de vidéken azért mégis valamilyen szinten hagyománya van. Hát igen, hagyománya van, de úgy érzem, hogy egyre nehezebb utánpótlást szerezni. Beszéltünk az előbb a fellépésekről. Van esetleg legemlékezetesebb a számodra a 15 év alatt, amióta tagja vagy az asszonykórusnak? Hát egy nagyon emlékezetes esemény volt, amikor kint voltunk Olaszországba, és Szent György szigetén mentünk be a templomba, és mindnyájan gyertyával a kezünkbe, és énekeltük a Boldog Asszony Anyánk. Hát ott a turisták, a látogatók, ott mindenkinek földbe gyökerezett a lába, és úgy figyeltek minket, az annyira megható volt, annyira szép volt még nekünk is, hogy az számomra egy felejthetetlen élmény. Milyen rendszerességgel vannak próbáitok? Hetente egy alkalommal, minden vasárnap este van próbánk. Ez a vasárnap, ez olyan, hogy akkor mindenki ráér, mindenki itthon van, és akkor szoktunk próbálni. Meg tudod fogalmazni azt, hogy miért jó az asszonykórus tagjának lenni? Vagy mondjuk te miért szeretsz az asszonykórusba járni, próbákra járni, fellépni? Aki szereti a hagyományokat, szereti a népviseletet, szereti a népdalokat, az szerintem szereti az asszonykórust is. Tehát jó együtt lenni, jó az, hogy fiatalok, idősebbek együtt vagyunk. Tehát mikor így elmegyünk szereplésekre, és ugye a buszon is beszélgetünk, meg ott is öltözés közben, és sok mindent tanulunk az idősebbektől, sokszor úgy, hogy nem is vesszük észre, ahogy beszélgetnek, úgy tudat alatt is úgy ragadnak ránk azért dolgok, amik, hiszen ők már olyan bölcsek hozzánk képest, hogy tele vannak életbölcsességgel, élettapasztalattal, és nagyon sok mindent megtanulunk még tőlük a népdalokon kívül is, ami ugye a legfontosabb most számunkra. Felmerült bennem a kérdés, hogy miből van fedezetetek fenntartani az asszonykórust, a fellépéseket, miből finanszírozzátok? Hát ma ez egyre nehezebb. Régen az önkormányzattól nagyon sok támogatást kaptunk, anyagi támogatást, amiből tudtuk fedezni az utazásainkat. Ma ezeket pályázatokból próbáljuk megoldani, de az a baj, hogy most már pályázatokat is nem nagyon írnak ki erre a célra, amit így utazásra fel tudnánk használni, hanem jobban ilyen képzőművészeti dolgokra, meg ilyen kézzel foghatóbb dolgokra írnak ki pályázatot. Nagyon nehéz fenntartani magunkat. Hát most még van egy kis tartalékunk, amiből tudunk működni, az utazásokat tudjuk fedezni, hát mert ugye ismerjük az üzemanyagárakat, egy egri út például 50-60 ezer forintba belekerül, úgyhogy évente van 20-25 fellépésünk, bizony nem kevés pénzbe kerül. A másik dolog pedig a ruházatunk, hát az is nagy áldozata a kórustagoktól, hogy a ruházatát, az öltözetét, azt mindenki magának finanszírozza. De miben léptek fel? Hévíz Györki népviseletben. Vannak ruhadarabok, amik ránk maradtak a nagyszüleinktől, szüleinktől, régi darabok, 100 éves darabok,
amik szinte ma pótolhatatlanok. Hát ilyen posztószoknyát, ugye mi itt ismerjük, hogy hogy néz ki egy galgamenti posztószoknya, azt ma már nem lehet pótolni, mert nem is lehet olyan anyagot kapni. És ha elmegy az ember a Turai vásárba, bizony egy ilyen jobb állapotban lévő szoknyáért már 30 ezer forintot is elkérnek. Nem beszélve a cipőkről, csizmákról. Az egyik kórustagunk most varratott magának lagosszárú csizmát, 40 ezer forintba került neki az egy pár csizmája. És akkor még hol van neki a többi ruhadarabja, amit szintén meg kellett, hogy vegyen magának. És azért, hát szeretünk mindenből egy-egy darabot beszerezni, hát nekem is posztószoknyám minden színű van, ami csak létezik, piros, megyszín, kék, zöld, bordó, fekete, minden színű, mert a fellépésekre mindig szoktuk variálni az öltözetet, mikor ilyen nagyobb fellépésre megyünk, mondjuk szakmai minősítésre, oda igyekszünk egy kicsit úgymond jobban kiöltözni. Csinosabban. Így van, hogy nem szaténkendőt kötünk, hanem fehér vasalt kendőt, vagy rojtos kendőt, amiket szintén nem is lehet már pótolni. És hogyha még hozzá lehet jutni egy-egy darabhoz, az bizony nagyon sokba kerül. Hát néha előkerül otthon a láda aljáról egy-egy darab. Nekem például van egy fehér fejkendőm, egy vasalt fejkendő, hát amikor én azt megtaláltam anyukámnál, míg a déd nagymamámé volt, bele van hímezve a monogramja, hogy PR, Pintér Rozáliának hívták, és benne van az évszám, hogy 1909. Gondolom, hogy ő abban az évben mehetett férjhez, és ez a szép fehér kendő, hát ez az egyetlen emlékem, ami megmaradt róla. És ezeket is már beszerezni, pótolni nem igazán lehet. Hát egy ilyen fehér nyakra való kendőn annyi lyuk van, hogy ha valaki azt hozzá fogna kihímezni, hát én azt nem is tudom, az hány évig eltartana. Hogy annak idején hogy tudták ezt így megcsinálni ilyen gyönyörűen, meg hát ezek a mai anyagok már nem is olyanok, mint az eredetiek, azt nem lehet utánozni. De azért van még, aki újonnan var. Vannak olyan ruhadarabok, például féling, vagy alsószoknyák, amiket lehet pótolni, ugye erre vesz az ember méter árut, anyagot, és akkor még van a faluba egy-két idősebb néni, hál' Istennek, aki foglalkozik ezzel, aki érti ennek a technikáját, és megvarja. Illetve van, aki még így hímzéssel is foglalkozik, hogy bársonybluszba virágot belehímezni, vagy mellénybe virágot hímezni, vagy posztószoknyát szokták, hogyha már rosszabb állapotban van, kifordítani, és akkor újra hímezni az egészet, hogy azért még vannak ilyen idősebb emberek, akik ezt csinálják, hál' Istennek. Az éneklés azonban neked csak hobbi. A foglalkozásod az teljesen más irány. Miért választottad ezt a foglalkozást? Ugye főkönyvelő vagy. Hát, ez egy jó kérdés. Annak idején, hát szerettem a számokat, mindig érdekelt a matematika, és akkor közgazdasági szakközépbe jelentkeztem, ott képesített könyvelői végzettséget szereztem, aztán hát mindig éreztem, hogy egy kicsit több kellene, akkor elvégeztem a mérlegképes könyvelői szakképesítést is, és hát igyekeztem mindig kihozni magamból a maximumot. Azért szeretem a könyvelést, mert az is egy olyan dolog, hogy ott is mindig mindennek rendbe kell lenni, tehát egy mérlegnek mindig egyensúlyba kell lenni, és ez valahogy az életben is úgy van, hogy mindig minden legyen rendben a helyén, és akkor van meg az egyensúly. És valahol ez így a számok meg a főkönyvi számlák világában is úgy van, hogy olyan jó érzés, amikor egy éves beszámolót elkészít az ember, hogy minden szám a helyére kerül, és a mérlegnek az eszköz meg a forrás oldala kijön, stimmel, passzol, hát az egy borzasztó jó érzés. Akkor te egy rendszerető ember vagy. Igen, nagyon szeretem a rendet, és hát a mai világban, amikor állandóan változnak az adójogszabályok, hát bizony nagyon résen kell lenni, nagyon egy folyamatos oda kell tanulást figyelni. Igényel, igen, itt nem lehetne az, hogy én most egy évre kiesek, abba hagyom, és akkor majd utána folytatom, mert akkor ott már olyan nagy űr lenne, hogy azt nehéz lenne bepótolni, amely egy év alatt változik.
De szeretem csinálni talán ezért, hogy ott is olyan rendbe kell lenni mindennek. És amellett, hogy ez a munkád, azért ezt a tudásodat hasznosítod itt a faluban is. Hát igen, hogy valahogy a falum javára is fordítsam ezt a szakképesítésemet is, munkát vállaltam a helyi önkormányzat pénzügyi ellenőrző bizottságába. Már most a harmadik ciklust kezdtem meg, tehát most már 9. éve végzem ezt a feladatot is. Hát ez is egy érdekes feladat itt a helyi pénzügyekben benne lenni. Ismerem azért valamilyen szinten az önkormányzatot is, mert ott is dolgoztam 6 évig. Tehát nem újdonság számomra, hogy előirányzat, meg kiemelt előirányzat. Talán azért is kértek fel erre a feladatra, mert tudták, hogy valamilyen szinten van tapasztalatom. Illetve még nagyon szeretek részt venni a választásokon. 92 óta, amióta ez a rendszer van, szinte minden választáson ott voltam. Pedig azért ez egy nehéz, megterhelő feladat egész napot ülni. Hát nehéz, de mégis szeretem csinálni. Még először a 92-ben, amikor bekerültem, mint jegyzőkönyvvezető, még az italboltban volt a szavazókörzet. Hát ott olyan részvételi arány volt mindig, hogy azt sose felejtem el. Most már azért kulturáltabb helyeken vagyunk, én az új óvodába szoktam lenni a bizottságnak az elnöke. És nem csak az önkormányzatnál segítesz a munkáddal, hanem most már az egyházközségnél is. Hát ugye? Igen, most nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy Mihály atya megkeresett, gondolom megtudta, hogy könyveléssel foglalkozom, hogy hát elvállalnám január 1-től a Hévíz Györki Katolikus Egyháznak a könyvelését, mert szeretné, hogyha ez Hévíz Györkre kerülne, eddig Bagon Kántor úr végezte el ezt a feladatot. Hát örömmel elvállaltam ezt is. Ugye most már egy feladattal több vagy kevesebb a faluír, hát az egyházér meg főleg, hogy nagyon nagy szeretettel elvállaltam ezt is, főleg Mihály atyát nagyon szeretem, mert amióta ő ide került a faluba, hát nagyon nagy mértékben fejlődött a lelki életem is, hogy úgymond ő elindította a felnőttek részére a hittanórákat, és ez valami lélekben olyan felemelőek ezek a hittanórák nekem, hogy ezt nem is tudom szavakkal kifejezni. Alig várjuk már mindig a pénteket, mert mindig pénteken szokott lenni a hittanóra. És lélekben az akkora feltöltődés jelent, hogy ugye egész héten az ember már fárad, és akkor jön a péntek este, és akkor minden megemelkedik, minden felemelkedik. Nagyon sokat beszél nekünk Jézusról, Szűzanyáról, a bűnbocsánat, az eukarisztia fontosságáról, a szeretetről, a példás családi életről, és még nagyon sok mindenről. Úgyhogy nagyon szeretek oda járni, és olyan jó érzés olyan emberek között lenni, hogy tudom, hogy ugyanúgy gondolkodnak, mint én, hogy nagyon jó kis közösség alakult ki. Nagyon szeretjük, és most 2 hetente van a hittanóra, de most már azokon a péntekeken is összejárunk, amikor atya nincs itt, akkor meg imádkozunk a családokért, mivel most a család éve van 2010-ben. Úgyhogy hát még ez is belefér az időmben. Igen, hát elég aktív közösségi életet élsz minden esetre. A családod ezt hogyan viseli? Hát igen, ezt a sok rétű tevékenységet egy családi háttér nélkül nem is tudnám csinálni. Hát a férjemmel 25 éve vagyunk házasok, tényleg egy nagyon harmonikus életet folytatunk, nagyon megértő, nagyon rendes, nagyon segít, nagyon támogat, pedig hát gondolom néha nem lehet egyszerű mellettem, mert sokszor el kell jönnöm otthonról, de még soha nem mondta, hogy ne menj, vagy maradj itthon, vagy már megint, soha, egy szóval soha nem mondta, mindig mellettem áll, segít mindenben, a gyerekeim szint ugyanúgy segítenek a házi munkában, a kisebb lányom az főzni szeret, inkább a konyhában van jobban otthon, a nagyobb a takarításban, ruhahajtogatásban, mosásban segít. Úgyhogy hál' Istennek, hogy ilyen családi háttérrel rendelkezem, hogy meg tudom ezt oldani. Akkor ott van még édesanyám, aki szintén besegít, ő nyáron a kerti munkákban, mert hát van egy kis kertünk, azt is műveljük még így, ha van egy kis szabadidő.
meg ő beszokott segíteni, hogy amikor úgy van, akkor egy kicsit többet főz, hogy nekünk is jusson belőle, hogy ne kelljen nekem főzésre fordítanom még az időt. Úgyhogy csak így lehet megoldani. Hát igen, így. És akkor még hát nagyon fontosak nekem a család mellett a barátok, a barátaim, hogy a legjobb barátnőmmel szinte egymás életét ismerjük, osztozunk egymás örömeiben, bánataiban. Hát amikor belelendülünk, sokszor éjszakában nyúlnak a beszélgetéseink, de ez olyan sokat jelentenek nekem is, meg tudom, hogy őnek is, hogy ha ez nem lenne, üres lenne az életünk, hogy még ez is kell az élethez, hogy igen, ezek az embernek feltöltenek. Legyenek barátai, így van. Persze, igen. És mivel töltöd még a szabad idődet? Hát, ha még ezek mellett marad egy kis szabad időm, amit úgy tényleg magányosan tölthetek, nagyon szeretek olvasni, rádiót hallgatni. Hát legfőképp a Szent István rádiót szoktam hallgatni, mert itt azt tudom fogni, de mikor dolgozni megyek, meg hazafele jövet a munkából, autóban mindig a Mária rádiót hallgatom, az is egy nagyon szép adó. Ott is nagyon tartalmas műsorok vannak mindig. Hát olvasni ilyen vallási jellegű könyveket szeretek, Vasalbertet szeretek még olvasni. Most kaptam lányaimtól karácsonyra egy Teréz anyáról szóló könyvet, tehát ilyen szép dolgokat, ami a szeretetről, meg a békességről szól. Nem szeretem a haragot, a rossz indulatot, az teljesen távol áll tőlem. Ja, sugárzik is rólad a boldogság, meg a szeretet. Azt szeretném még megtudni, hogy van-e esetleg valamilyen terved mondjuk az asszonykórussal? Hát tervem csak annyi van, hogy ezeket a feladatokat, amit jelenleg ellátok, ezt továbbvinni, az asszonykórust is, ilyen sikeresen, ameddig csak az erőm engedi, tovább folytatni, továbbvinni. Aztán már olyanon is gondolkodtam, hogyha majd én is egyszer nyugdíjas leszek, majd talán összegyűjtöm a jóhangú kislányokat, és megtanítom nekik a Hévíz Györki gyerekjátékokat és népdalokat. Hát ez nagyon jó ötlet lenne mindenféleképpen utánpótlás nevelés szempontjából. Nagyon sok sikert kívánok neked, és remélem, hogy minden terved, minden álmod valóra válik. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt voltál. És köszönöm Önöknek is a megtisztelő figyelmet. Várom Önöket legközelebb is. Viszontlátásra!